Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora, január 24-én hétfőn. Két nappal ezelőtt ünnepeltük a himnusz születésnapját, a Magyar Kultúra napját. Ma ez adja a műsorunk gerincét, nézzük a kínálatot. Magyar Kultúra napja, a himnuszra emlékeztek a megyeházán. Télen fedél nélkül segítséget nyújt az oltalom szeretett szolgálat. Kródi díj 2022. Idén Szepesi Béla grafikus vehette át az elismerést. 1823. január 22-én fejezte be a himnuszt Kölcsei Ferenc. Ez a nap a Magyar Kultúra napja. Az ünnep jelentőségéről és a magyar kultúra megyei helyzetéről beszélgetek dr. Karádi Zsolt főiskolai tanárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle főszerkesztőjével. Jó estét kívánok! Köszönjük. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szükség van arra, hogy ünnepeljük minden évben a himnusz születésnapját? Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet, hiszen állandóan felhangzik a himnusz zenével vagy szövegesen, ha máshol nem, akkor a válogatott futballmérkőzéseken. Mégis szükség van arra, hogy minden évben emlékezzünk Kölcseire és a himnuszra? Úgy gondolom, feltétlenül igen. Hiszen a himnusz, amikor egy-egy sportesemény kapcsán felhangzik, az a himnusz tulajdonképpen egy feldolgozása, egy pillanatnyi feldolgozása az erkelműnek. Tudjuk, hogy van már egy gyorsított változata is, amit az olimpiára kellett átdolgozni. Azonban az eredeti himnusz Kölcsei műve és az erkel megzenésítés olyan érzelmi, olyan gondolati tartalmakkal bír, amelyek minden időben újra és újra megszólítják a hallgatót. Megszólítják az embert, megszólítják azt, aki magyarnak érzi magát, és lelkében hordozza a magyarság történelmét, a magyarság múltját. Azt hiszem, hogy a himnusz mindannyiunk legmélyebb imája, nem véletlenül, hogy a himnuszt igazából nemzetünk imájának, imádságának is szoktuk tartani. Az általános iskolában, középiskolában megtanulják a diákok, anélkül, hogy igazából mélyen, igazából a mélyére néznének. Azt hiszem, hogy ezek az események, a Magyar Kultúra Napjának eseményei alkalmat teremtenek arra, hogy a himnusz igazi, mély, történelmi és szinte szakrális gyökereire is rápillantsunk. Ha ezzel kapcsolatban engedje meg, hogy egy idézetet olvassak föl, Cséh Varga István professzor legújabb könyvéből, amely nagyon szépen foglalta össze, mit is jelent számunkra a himnusz. Ezt írta benne Cséh Varga professzor. A himnusz nemzeti önazonosságunk meghatározó remekműve. A magyar kultúra, literatúra és zeneirodalom kanonikus textusa és dallama. Államiságunk, nemzeti létünk látható szimbólumai, felségjelvényei között, mint a Szent Korona vagy Országzászló címer, leginkább a himnusz reprezentálja a magyar nemzet egységét, múltunkat, a reménybeli jövőnket. Mire képes ugye a művészet, a kultúra, a költészet? A Kölcsei nyilvánvalóan, ha nem is ilyen szándékkal, de biztos, hogy ezzel az emelkedettséggel fejezte be majdnem 200 évvel ezelőtt a himnuszt, és jó helyre került a himnusz a magyar kultúra történetében. De ha már itt tartunk, akkor ne csak a múltba révedjünk el, hanem jöjjünk a jelenbe is. Ön főszerkesztője a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemlének, amely egy kulturális közéleti kiadvány, amely teret ad arra is, hogy a megyében élő és alkotó irodalmároknak, művészeknek, gondolkodóknak megjelenhessenek a gondolatai. Ha már itt tartunk és ilyen szemmel nézzük a kultúra napját, hogy állunk ma Nyíregyházán vagy a megyében, mennyire könnyű vagy nehéz kultúremberként, gondolkodóként, művészként, irodalmárként élni és alkotni? Néhány évvel ezelőtt, jobban mondva jó néhány évvel ezelőtt, amikor én még fiatal voltam, és a Szemlének Mező András tanár úr volt a főszerkesztője, Isten nyugosztalja, azt mondta, és akkor még talán internet sem nagyon volt, mert azt mondta, hogy Nyíregyházáról, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből bármikor el lehet jutni a kultúra legmagasabb fórumaira, hogyha az ember tehetséges, hogyha az ember akar, és hogyha az ember meg tudja valósítani önmagát, ki tudja mondani mindazt, ami benne van. Én annak örülök, hogy az elmúlt években, évtizedekben számos tanítványom, számos kollégám eljutott ezekre a magaslatokra, hiszen
ha arra gondolunk, hogy ilyen alkotók, mint egykori rektorunk Jánosi Zoltán tanár úr, ha ilyen kiváló kollégánk, mint Sorvos Sándor tanár úr, ha ilyen remek egykori tanítványom és kollégám, mint Antal Balázs vagy Nagy Balázs tanár úr, akik az irodalom kritika, az irodalom tudomány terén működnek, ugyancsak hát reménnyel töltik el az embert. Gondolunk olyan fiatalabb szerzőkre, akik egykor tanítványok voltak, mint Nagy Zsuka, aki kiváló költő lett. Eszembe jut Darvasi László, aki nem maradt, Darvasi Feri, bocsánat, Darvasi Ferenc, aki nem maradt itt a megyében, de számos orgánumban találkozunk a nevével. Vidéki Péter nevével szintén találkozunk a novellisták, írók között. És gondoljunk olyan kiváló prózaírókra, mint Kovács Judit, aki elárulta, hogy most talán már a negyedik regényét írja. És gondoljunk olyan kiváló prózaíró barátunkra, mint Csabai László, akire a legújabb szemlében is utalunk, sőt, Móricz emlékplakettel díjazta a Móricz Zsigmond Társaság, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület őt. Most hirtelen ők jutottak eszembe, de azt hiszem, hogy többen vannak még, és a még fiatalabbak között is alakulnak költői, írói életművek. Van szerencsém középiskolában is tanítani, és a fiatalok között is van. Nem igaz az, hogy a mai fiatalok mindenki csak nyomogatja az okostelefont. Közöttük is vannak olyanok, akik két nyomogatás közben azért verseket írnak. Megjelentettünk néhányat a szemlében az elmúlt hónapokban, években is, és gondolhatunk a Kamasz Terasz akcióira, Béres Tamás barátomra, aki szintén kiváló novellista, és Nagy Zsukával együtt csinálják ezt a Béres, ezt a Kamasz Teraszt. Megpróbálnak felfedezni olyan írói, költői vénával rendelkező fiatalokat, akikből lehet, hogy a következő korok József Attilája lesz. Néha szokták mondani, hogy az irodalom éppen kátyúba került, vagy válságban van. Emlékeim szerint Eszterházy Péter mondta azt egyszer, hogy amikor valaki azt mondja, az irodalom válságban van, akkor ő van válságban, az irodalom nem tud válságba kerülni. És sokan félnek attól, hogy a digitalizáció elviszi a fiatalokat, már nem is tudnak kézzel írni például, vagy már mondják azt, hogy nincs értelme papíralapon kiírni például egy ilyen minőségi folyóiratot, mint a szemle is. A szavaiból úgy érzem, hogy azért ez, ön ezzel nem teljesen ért egyet. Én nem teljesen értek egyet ezzel, többek között azért is, mert számos író barátom, kritikus barátom van, aki azt mondja, magam is így érzem, hogy az interneten megjelenni azonnali megjelenést jelent, visszajelzést jelent, de az igazi mégis a könyv. Nem véletlen, hogy a könyvhéten hány új könyv jelenik meg, nem véletlen az, hogy azért mekkora olvasótábor is van. Most a könyvárak elszállásáról nem beszélnék, de azt gondolom, hogy a könyvet még egyenlőre nem is akarjuk temetni. Ezek a fiatalok, akikről beszéltem, nem kézzel írják a verseket. Jobban mondva az egyik, igen. Többségében nem kézzel írják a verset, hanem laptopon, sőt az egyik fiatalember most árult el hétvégén, hogy kaptam egy új laptopot, és most már a kézírás olvashatatlan, és most már el fogom küldeni tanárunknak begépelve. De igazából jobban megérinti őket, bennünket az, hogyha a mű papírformátumban, könyvformátumban jelenik. Jó, az, ott vagyunk a neten, de a könyv az mégiscsak könyv. Lehet, hogy 50 év múlva már nem így lesz, most azért még úgy gondolom, hogy az író azt mondja, hogy első kötetes költő, egy első kötetes prózaíró, az mégis más jelent, mintha azt mondom, hogy van 10 versem a neten. Még annyit, hogy ha valakinek akár egy beszélgetést látva arra gondol, hogy ő szívesen megjelenne, akár a szemlében, akár bárhol máshol, tehát szeretné magát megmutatni, akkor hova kopogtasson, hol lehet ma Nyíregyházán vagy a megyében fordulni, hogyha van, akinek ilyen elképzelései vannak? Tehát a szemle címe nyilvános a megyei könyvtár, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár adja ki, tehát a szemle címét ott is megtalálja, vagy besétál a
Móricz Zsigmond megyei városi könyvtár, a Babosi László szerkesztő kollégámhoz, akit szintén az előbbi felsorolásban kellett volna említenem, aki kiváló kritikus, vagy megkeres engem a egyetemi honlapon, ott van az e-mail cím. Tehát bárki, akinek mondandója van, az meg tudja találni azokat a helyeket, azokat a fórumokat, ahol elmondhatja, amit akar. Egy kicsit időnk még van. Ön elhozta a legutóbbi számot a Szemléből, amin Pilinszky János arca látható. Ugye most évfordulója van Pilinszkynek, önök is az évfordulóra készítették ezt a számot? Igen, barátaimmal a Pilinszky 100 évforduló kapcsán rendeztünk ősszel egy országos irodalmi konferenciát. És az volt a nagy élményünk, hogy akárhány irodalomtörténészt megszólítottunk Budapesten, Szegeden, akárhol, mindenki azonnal igent mondott, nem kérdezte, hogy mennyi lesz a honorárium, lesz-e egyáltalán, vagy hogy a vonatköltséget kifizeti-e bárki neki. És így akkor egy nagyon illusztris szerzőgárdát tudhat magáénak a Szemle, hiszen a helyi szerzőkön kívül Antal Balázs, Gerlicki András tanár úr, ő is a kiváló szerzők között van. Jánosi Zoltán, Mercs István tanár úron túl sikerült olyan neveket, olyan alkotókat meghívnunk, mint Láng Gusztáv, az irodalmárok között nyilván ez egy jelentős név. Sikerült Rákai Orsolyát a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Osztályáról vendégül látnunk, Sárközi Balást, illetve Fűsza Balást, aki most nincs itt, nincs benne a szövegével, de itt volt személyesen, ők a Nyugat-Magyarországi Egyetemről. Tverdota György neve, azt hiszem irodalmárok számára húzó név, aki kiváló József Attila kutató és az ELTE professzora volt, és azonnal igent mondott, és Vég Balázs Billát, aki Szatmárnémetiből jött el hozzánk, és elmondta, amit Pilinszky Apokrif című verséről gondol. Kulin Borbál a Debrecenből érkezett, tehát azt hiszem, hogy Jánosi Zoltán Budapestről, tehát azt hiszem, hogy sikerült egy olyan folyóiratszámot, illetve egy olyan konferenciát összehoznunk, amelyik a Pilinszky kutatásnak lehet, hogy néhány év múlva talán forráskiadványa is lesz. Ez most megjelent, a következő szám szintén tematikus lesz, valakire készülnek valamire? A következő szám még talán nem, mert most ez is jóval vastagabb, mint amit szoktunk már, elég sok anyagunk összegyűlt. A következő majdani tematikus szám éppen Kölcsei és Kora címet fogja viselni, ez a 2023/3-as, és tervezünk majd Móricz Zsigmond halála 80. évfordulója tiszteletére, vagy emlékére, majd egy Móricz számot is a 23-as évnek a végén. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és hát reméljük, hogy minden tervből valóság lesz. Reméljük. Köszönöm szépen. Más témával folytatjuk, kultúra után szociális ellátás. A tél a legnehezebben átvészelhető időszak a hajléktalanok számára. Éppen ezért nem véletlen, hogy ezekben a hónapokban megtelnek az oltalom szeretett szolgálat intézményei is. A szálon Hudáki Zoltán járt. Alig két hónapja Nyíregyháza kertváros részén adták át ezt az épületet. A foglalkoztatási centrum a Noé bárkája nevet viseli. Az intézményt azzal a céllal hozta létre az oltalom szeretett szolgálat, hogy a városban élő hajléktalanoknak munkát adjon, segítve, hogy ezek az emberek visszaintegrálódjanak a társadalomba. Az oltalom szeretett szolgálat különböző egységeivel az egész év során segíti az élethelyzetbe került emberek mindennapjait. A téli hónapokra pedig ezúttal is a maximális ellátotti létszámra kellett felkészíteni a hálózatot. Miután mi egy integrált intézmény vagyunk, sokféle ellátásban várjuk azokat tényleg, akik különlegesen nehéz élethelyzetbe sodródtak esetleg egyik pillanatról a másikra. Nyilván a nappali melegedünk, az éjjeli menedék helyez az elsődleges, itt 100-150 embert látunk el. Aztán van az átmeneti szállónk, ahol akik csak mondjuk lakhatási problémával küzdenek, itt 40 ember valakit tudunk foglalkoztatni, vagy ellátni, meg segítséget nyújtani. Van egy idősek otthona, akik azok a hajléktalanok, akik már önellátásra képtelenek. Ez egy 50 férőhelyes, és van a családok átmeneti otthona, ahol pedig a erőszak,
alkohol, vagy szenvedélybetegség, vagy bármilyen ok miatt egy család földön futóvá válik, akkor ugye a gyerekeket ugye ne vegyék el tőlük, akkor nálunk találhatnak menedéket, mint utolsó esély arra, hogy még a család egyben marad. Itt 40 ember tudunk ellátni. Hát így kerek a történet, és ahol most vagyunk, azt még azért hadd mondjam el, hogy ez az új Noé Bárkája közfoglalkoztatási centrumunk, amit meg azért építettünk ki, hogy segítsük, hogy ne intézményfüggő emberek legyenek, hanem segítsük az ellátottainknak a normál életbe való visszailleszkedést, illetve egy új egzisztencia megteremtésének az alapjait segítjük nekik ezzel lerakni. Laborci Géza hozzátette, számos példa volt már arra, hogy stabil élethelyzetből akár csak néhány hét alatt hajléktalanná vált valaki. Természetesen az év leghidegebb időszakában az a legfontosabb, hogy a fagytól védjék meg a fedél nélkül élőket. Ezt követi az, hogy szakemberek bevonásával motiválják a bajba jutottakat, majd segítsenek a foglalkoztatásban és a lakhatásban. Ez ugyanúgy zajlik egyébként, mint az egészségügyben, tehát ez egy párhuzamos dolog, mint ahogy egy balesetnél, ha történik valakivel egy baleset, akivel történik egy szociális baleset, ott is elsősorban az első lépés, hogy meg kell menteni az életét, hogy életben maradjon a család, az illető, és ne sodródjon végképp a megsemmisülés felé. Nekünk az a dolgunk, hogy életet mentsünk. Ilyenkor a téli időszakban az a feladatunk, hogy senki ne fagyjon meg, tehát az időjárási körülmények miatt senki ne sérüljön, vagy ne veszítse el az életét, meg az év folyamán is, hogy aki ér egy ilyen baleset, akkor azt mi meg tudjuk menteni. Aztán a második lépés, hogy a traumáját, ami már ilyenkor mindenkit ér egy hatalmas trauma, hogy a traumában kapjon egy szakmai segítséget, hogy valamennyire, hát gyakorlatilag ez az előtörténetét, hogy az életét újra tudja gombolni, újra tudja tervezni. Ehhez a különböző helyeinken jogász, orvos, pszichológus, lelkész csapat dolgozik azon, hogy segítsük azt, aki ebbe a helyzetbe került, hogy újra tudja gondolni az életét, és legyen újra elképzelése arról, hogy merre akar menni, és mit akar csinálni, és mi ahhoz segítjük, hogy amit ő gondol, azt meg tudja valósítani. És akkor itt indul a foglalkoztatás, aztán a lakhatás és az egyéni fejlesztések, segítségek, kinek a saját életkora igénye és lehetőségei szerint. A nappali melegedőn népkonyha működik, ahol minden nap meleg ételt kapnak a rászorulók. Ezen a helyen már csak azért is növekedik télen az ellátotti létszám, mert a fűtetlen ingatlannal rendelkezők is itt töltik el mindennapjaik jelentős részét. Az ellátásban nagy segítséget nyújt télen a Magyar Élelmiszerbank is, így rendszeres az ételosztás. Ilyenkor a nehéz anyagi helyzetben lévő családokat is tudja támogatni az oltalom szeretett szolgálat. Én úgy vagyok vele, hogy én az utcai ételosztást nem tartom egy túlságosan szerencsés formának, mert hogy az mindenkinek kellemetlen. Nekünk a nappali melegedőn van népkonyhánk, tehát azt kérjük, hogy aki rászorul, az nyugodtan jöhet a nappali melegedőbe, és a népkonyhán megkapja azt a tisztességes ettál ételt, ami jó minőségű, éttermi minőségű ételt adunk ott az ellátottaknak. Azért is gondoljuk, hogy jöjjön be az illető. Nem az utcán kell ezt elrendezni. Aki bejön az ellátásba, akkor ott már tud segítséget kérni, ott már lehet vele beszélni, hogy akkor mire van szüksége. Tehát az egyik nagyon fontos, hogy mi az a nappali melegedő mellett működik a népkonyhánk, és hogy gyakorlatilag a csillagos ég, ha nagyot akarok mondani, a határ, hogy tehát aki oda jön, annak mi tudunk adni ételt, mert hogy azért a hidegbe az nyilvánvalóan az is fontos, hogy valakinek a fizikuma az megmaradjon, és tudja a hideg okozta dolgokat fizikálisan is kibírni. Nyilván vannak, akik azért is jönnek, mert már fűtésük sincs otthon. Tehát ez a másik része a dolognak. Nyilván a segítség az mindig jól jön. Ha már akkor a Varrodánál tartunk, ez a
segíts magadon, és az Isten is megsegít jeligére itt a Varodában, például a családok átmenti otthonába élő édesanyák varják a pokrócot a éjjeli menedékhelyen lévőknek, meg a többi ellátottnak, hogyha hideg van, akkor jobban be tudjanak takarózni, és ne szerezzenek fagyi sérüléseket, akár a külterületen is. Tehát ez is egy nagyon fontos része a szolgálatunknak. Igyekszünk, nyilván ez a család mindenhol, az éjjeli menedékhelyen, meg a családok átmeneti otthonában, meg az átmeneti szállón is mások az igények. És akkor az igényekhez próbáljuk igazítani. Komoly segítséget kapunk az Élelmiszerbanktól a gyűjtésben, mert ott tartós élelmiszereket kapunk, és ez például ugye a családok átmeneti otthonában nem vagyunk kötelezve az ellátásra, mert a családnak megvan az ellátási, a gyerekekkel szembeni ellátási kötelezettség, az megmarad a édesanyának, édesapának, vagy mind a kettejüknek, és akkor azzal tudjuk segíteni őket, hogy az élelmiszerbanktól tartós élelmiszert kapunk, és akkor ők ebből tudnak maguknak főzni. Ez is egy komoly segítség, vagy ugyanígy van az átmeneti szállón, hogy ott is csak szállást biztosítunk, de nem ellátást, és ha ott ilyen élelmiszeradományt kapunk, akkor azok, akik ott vannak, ezzel az újrakezdés, mert ott egy évig lehet, akkor az újrakezdést tudjuk segíteni és támogatni. A műsor harmadik részében térünk vissza a kultúrához. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén pénteken adták át Nyíregyházának Ródy Gyula díjat, amelyet idén Szepesi Béla grafikus művész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója kapott. Vendégem a díjazott, dr. Szepesi Béla, jó estét kívánok! Köszönöm estét szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és gratulálunk a díjhoz, így utólag is. Kicsit mutassa be önmagát olyan tekintetben, hogy gyermekként Nyíregyházán született, ugye igazán helyi kötődésű, első körben, ahogy olvastam önről, tanárként végzett, majd később jött a képzőművészet, bár gyerekként is gondolom vonzódott mindehhez. Mit kell önről ilyen tekintetben, mit érdemes tudnia azoknak, akik nem ismerik önt személyesen? Hát igen, teljes mértékben Nyíregyházához kötődöm, tehát itt születtem, itt végeztem az iskoláimat, és hát egy kis kitérővel szinte végig dolgoztam, 4 évig dolgoztam Nagyhalászba tanárként, amire nagyon szívesen emlékszem vissza, de hát akkor is minden nap kijártam, és nem, tehát nem is költöztem el Nyíregyházáról soha, és nem is szándékozom. Tehát nekem Nyíregyháza épp úgy, mint Vácinak az én szőke városom, teljesen hozzám nőtt. Azt nem mondhatom, hogy szeretem, mert az ember azt, ami a része, azt nem szeretheti, tehát így nem szeretem a kezemet, a lábamat, mert Nyíregyháza teljesen hozzám kötődik ilyen szempontból, hanem együtt mérgelődöm olykor azokon a dolgokon, amikkel nem szimpatizálok, például amikor lebontanak egy számomra kedves házat, az felidegesít, vagy kivágnak egy olyan fát, amit ismertem gyerekkorom óta, tehát nyilván. De együtt örülök azoknak az új dolgoknak is, amiket látok a városban azért, ahogy az utóbbi fél évszázadban épült, szépült, tehát azért van mit nézni rajta. Már a 10-es éveiben volt kiállítása, igen fiatalon, viszont a rendszerváltás környékén járt ugye egyetemre, már egy tanárdiploma után egyetemre. Igen. Hogyan emlékszik vissza ezekre az időszakra, a 80-as évek, 80-as évek végé, 90-es évek eleje, amikor ugye hivatalosan is képzőművészé hanzsált? Hát így van. Tehát a 88-ban lettem stúdiótag, a Fiatal Képzőművészek stúdiójának tagja. Hát ez egy olyan szervezet, amely ma is él, de akkor talán nagyobb jelentősége volt, mert a hivatásos képzőművésznek azt számított, aki tagja volt a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának, majd utána a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, majd ez utódszervezete pedig a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. Tehát az volt a hivatásos képzőművész, aki ennek tagja volt, de ennek egyfajta előszobája volt a Fiatal Képzőművészek stúdiója, amely rengeteg nagyon jó kiállítást szervezett, és hát ebbe tényleg dicsőség volt bekerülni.
Már csak azért is, mert olyan helyszíneken voltak kiállítások, mint a Nemzeti Galéria például, vagy az ERSZ Múzeum, tehát ezek az éves nagy bemutatkozó kiállítások. Tehát ennek lettem a tagja, majd rá egy évre, ami elég sűrűnek mutató, már tagja voltam a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, és ebből alakult át a MAOE-nek nevezett szervezet, és utána pedig a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének lettem tagja. Ennek annyi a jelentőség, hogy az volt a jelentőség annak idején, hogy a tanári pályán, ugye én 88-tól tanítok az akkor Besenyei György Tanárképző Főiskolának nevezett intézményben, tehát 88-tól 89-ig voltam óraadó, és 89. februártól már tanársegédként éltem napjaimat. Tehát ennek az volt a jelentőség ezeknek a szervezeteknek, hogy az alaptagság az megfelelt úgymond a kisdoktorinak, a szövetségi tagság pedig a kandidátusinak. Tehát ezeket viszonylag hamar sikerült elérnem, és hát így ez azt is jelentette, hogy amellett, hogy tanítottam, folyamatosan képzőművészeti tevékenységet folytattam, és hát igen korán a 90-es évek elején, talán 91-ben lettem az országos választmány tagja, tehát ugye a helybeli művészeknek egyfajta képviseletét jelentette ez akkor, és hát azért is volt talán nagyon hasznos számomra, mert így rengeteg emberrel ismerkedtem meg országos szinten, tehát volt egy ilyen folyamatos konzultáció, illetve bemutatkozási lehetőség. Ha már itt tartunk, akkor ha önnek van egy országos és nemzetközi rálátása, és rengeteg díjat kapott, rengeteg helyen szerepelt, rengeteg helyen volt kiállítása, alig lehet felsorolni, szinte mindegyiket láttam a honlapon. Milyen helyzetben van most a megye és Nyíregyháza képzőművészete az országos viszonyhoz képest? Tehát nehezebb itt a művészi kiteljesedés, vagy ugyanolyan, mint ha mondjuk Budapesten, Győrben, vagy valaki Pécsett kezdene mondjuk grafikákat alkotni? Nehezebb. Egyértelmű. És ha igen, akkor mitől nehezebb? Hát attól nehezebb, hogy a Magyarországnak a központja, a szíve, agya, az Budapest. Tehát vidékről sokkal nehezebb érvényesülni. Nyilván, hogy ebbe valamelyes könnyebbséget jelent az, hogy a grafikában, de a festészetben is, tehát több ilyen országos tárlat van, ahol az ember jelen tud lenni. De azok a fajta ismerettségek, azok a galériák, magángalériák, hát ezeknek a 90%-a Budapesten van, tehát igen, nehezebb. Ugyanúgy el lehet érni a művészi kiteljesedést bárhol, tehát bármilyen kis faluban is akár, tehát az ember tud fejlődni, de azért csak szükség van a kapcsolatokra, az inspirációkra, és hát azért a mai viszonyok között egy kezdőművésznek eljutni az országnak azon pontjaiba, ahol éppen zajlik az élete, például szegedi nyári tárlat, ugye minden évben megrendezésre kerül, vagy a szegedi táblaképfestészeti biennálé, vagy Pécset, vagy Debrecenbe az esemény. Tehát ide el is kell jutni, el kell vinni a képet, tehát vissza kell szállítani, és ez csak annyit jelent, hogy talán ki lesz szállítva. Tehát igen, valóban a ilyen szempontból is nehezebb. Viszont van más, ami megpótolja mindezt. Tehát ami miatt az ember nem adja fel ezt a létet, amiben gyökerezik. Hiszen ön sem ment el, nem hagyta el Nyíregyházat, és nem is tervezi. Nagyon szeretek utazni, és megyek bármikor. Tehát, hogyha azt mondják, hogy holnap el kell mennem Rómába, Velencébe, akkor gondolkodás nélkül indulnék, de mégse tudnám itt hagyni ezeket a gyökereket, mert annyi minden ide köt, hogy nem is tudnék másképpen élni. Nagyon sokat köszönhet ön Berec Andrásnak, hiszen ő volt az, aki elindította ön gyakorlatilag ezen a pályán gyermekkorában, fiatalkorában. Vannak manapság ilyen mesterek, ilyen terek, ilyen lehetőségek, amelyek a mai fiatalság számára ugyanúgy adottak, mint amely ön számára volt a 70-es években? Hát azt kell mondjam, hogy nincsenek. Mégpedig azért, mert ezek fokozatosan elsorvadtak. Ahogy az egykori művelődési központok funkciót váltottak, és itt nagyon finoman fogalmaztam, úgy szépen ezek a szakkörök eltűntek. Tehát annak idején Nyíregyházán a 70-es évek elején működött Berec Andrásnak a szakköre a művelődési központban, az egykori koronaszálló egyik részletébe. Ugyanígy működött szakköre
Tóth Sándor szobrászművésznek, ahonnan megint remek emberek kerültek ki, és Horváth Jánosnak is. Tehát ez most kapásban három, Horváth Jánosé akkoriban Sóstóhegyen volt. Na most mi az akkori kezdő művészek, művész palánták, nem is tudom, hogy nevezzem, tehát 74 körül, igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, tehát jártunk Horváth tanár úrhoz is, Beresz tanár úrhoz is, annak ellenére, hogy ők együtt nem igazán voltak mindig jó kapcsolatban, de kollégák voltak. De én nagyra tartottam mind a kettőt, és mondom, hogy ezek a gyakorlatilag iskolák, szakkörök, ide jár többek között, hogy felemlítsek neveket, Székhely Edit, Kerekeselek barátom, ugye még most is aktívan, nagyon aktívan alkot, de Nagy Lajos Imre, Bihony Győző, Bullás József, tehát lehetne sorolni a neveket hosszasan, és már olyan azokra gondoltam, akik értek el sikereket hazai, illetve nemzetközi szinten, na és ezek a szakkörök folyamatosan felszámolódtak, megszűntek. Pedig biztos, hogy lenne rá igény. Biztos, mert ha az ember körül tekint a városban, és látja, hogy mennyi graffiti van, aminek nem örök, tehát van az emberekben egyfajta önkifejezési vágy, meg tetováló szalad, meg minden, ami egy mellékág ennek a dolognak, de biztos, hogy lenne rá igény, már csak azért is, mert az általános és középiskolában a rajzóráknak a száma igen-igen lecsökkent. Tehát már nevetséges ez a heti egy óra, ami arra is kevés, hogy a gyerekek a festéket kikészítsék. És a másik, amire talán szükség lehetne még, az egy városi képtár. Ezt beszélgettünk a beszélgetésünk igen. előtt. Igen. Erre miért? Van gyűjteménye a József András Múzeumnak, van gyűjteménye a Városi Galériának. Ezek külön-külön léteznek egymástól nyilván, hogy függetlenül. De nincs egy olyan hely, ahol ezt állandóan be lehetne mutatni, és ezt a gyűjteményt fel kellene fejleszteni. És lehetséges, hogy erre most lesz azért valami megoldás, mert a színbád ugye is megnyílt mostanában, valamint a Kálai gyűjtemény kapott új helyeket, tehát lehet, hogy ez egyszer felkelti majd a döntéshozók figyelmét, mert egy állandó kiállítás, ami bemutatná a szűkebb és tágabb értelemben vett régiónak az alkotásait, alkotó művészeit a kezdetektől, tehát Barzó Endrétől elkezdve a kortársakig, az biztos, hogy egy megfelelő helyen, hát éppen a mi kultúrnegyedünkben talán jó helyt is kaphatna, és ezzel szerves része lehetne a város idegenforgalmának, turizmusának, tehát lenne mit bemutatni. És hát több ilyen helyen is van az országban, tehát Gyulától elkezdve Miskolc, Debrecen, tehát vannak ilyen képtárak, és erre nekünk is szükségünk lenne. Valamint arra is, hogy az eddigi kiállító terek mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a kortárs művészetnek a bemutatása, kortárs alkotók, akik el is jönnének, csak hát ehhez azért kell egy olyan bemutató hely, egy olyan független szakmai vezetés, ami ezt alá tudná támasztani. Hát, ha innen is. Hát remélem, hogy ez majd is. A döntéshozókhoz eljut az információ, igen. És akkor talán, hiszen most a József András Múzeumot úgyis két év alatt teljesen felújítják, akár alkalmat adhat arra, hogy ezt a problémát is megoldják majd. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, gratulálunk a díjhoz, és hát további jó munkát, jó egészséget és sok sikert kívánok az alkotói pályán. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor gazdaságról és a múzeumfalu idei terveiről beszélgetek vendégeimmel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!